Szabó Dóra Szintiát kevés temesvári magyarnak kell bemutatni. A Bartók Béla elméleti liceumban folytatta tanulmányait, a helyi közösség elsősorban a színpadról ismeri, hiszen a Bokréta csoporttal sokszor fellépett néptáncosként, énekesként, és a citerát is ügyesen tudta pengetni. Az opera éneklés viszont jobban vonzotta, így ezt tanulta Temesváron, Szegeden és ösztöndíjjal Palermóban. Az elmúlt években többször lépett fel az itthoni közönség előtt, legutóbb a 25. bánsági magyar napokon Turpinszky Gippert Bélával együtt. A következő percekben ebből a koncertből láthatnak részleteket. A rendezvényre nagy volt az érdeklődés, sok embernek ugyanis ez volt az első koncertélménye másfél év szünet után. Ezért is volt találó a címadás, Táncolnék a boldogságtól. A tenor, Turpinszky Gippert Béla Budapesten született, zene mellett jogot is végzett. A közönség sok tenor szerepben láthatta, hallhatta őt a színpadon, például 2015-ben debütált Bánbán szerepében a Kolozsvári Magyar Operában. Szabó Dóra Szintia, Turpinszky Gippert Béla, valamint a zongorán kísérő Roxana Ardeliano, az opera és az operett irodalom néhány kiemelkedő áriáját, duettjét és dalát szólaltatta meg. A közönség részleteket hallhatott Kálmán Imre, Puccini, Mozart, Erkel, Ábrahám Pál, George Gershwin vagy Lehár Ferenc művekből is. Szent hazám is, Istenem, szemlőtted el.
igazából azt tudtuk, hogy a hazámot mindenképpen bele fogjuk rakni, tehát ezt mindenképpen fogom énekelni. Egyrészt mert ez az egyik kedvenc operám, azt énekeltem a legtöbbet, a Bachban szerepét. Azt is tudtuk, hogy olaszos dolgokat is szeretnénk, mert ugye az a felkérésben az volt, hogy bár opera is, de azért legyen operett is, meg könnyebb dolgok, és nem akartunk csak operettet, hanem hogy olasz dalok is legyenek, és ami fontos, szokásos operettek is azért megszólaljanak, úgyhogy így. Másodszor lépsz fel mostanában Temesváron, mert két évvel volt még koncerted, de még nagyon hosszú kihagyás után is, mert hogy tavaly elég kevés koncert volt. Milyen volt így a színpadon lenni? Nagyon jó. Nagyon jó érzés volt. Maga az a tény, hogy nyilván a szobába való éneklés a négy fal között az nem túl, hogy is mondjam, kielégítő dolog egy énekes számára, és nagyon izgatottan készültünk erre a koncertre, és olyan jó érzés volt végre közönség előtt, jó közönség előtt énekelni. Nagyon jó volt. Kimondottan nem bulvár kérdésként teszem fel, de hogy hogyan telt el a tavalyi év, milyen egy művésznek? Milyen egy művésznek nem fellépni? Ez nagyon jó kérdés, és ezt nem is tette föl még egyébként mostanában senki. Hát ez a művészileg, hát szerintem borzalmas. Főleg most jön rá az ember, amikor elkezdi újra. Ez most a harmadik koncertem, amivel visszaálltunk, már így a héten, és hát az első két koncert, pont mondtam a kollégáknak, az a visszaszokás jegyében, tehát mintha egy színművészeti vagy egy zeneakadémista vizsgál lenne az ember, úgy érzi egy év kihagyás után. Én az operában énekeltem szeptemberben, nálunk csak novemberben zártak be, de ugyanolyan rossz, mert akkor is kimaradt egy csomó idő, picit be a színpadra, megint le. Ilyen szempontból rossz, viszont én előtte nagyon sokat utaztam, sokat énekeltem. Én megmondom őszintén, hogy fél évig semmit nem énekeltem, és úgy élveztem, hogy családéletet éltem. Kisbabánk született a feleségemmel, második gyerekünk, úgyhogy kihasználtuk az időt minden magánéleti dologra, és ilyen szempontból jó. Ez is egyfajta, bár lehet, hogy nem látszik kívülről, de ez is egyfajta edzés, tehát edzésben kell maradni. Ez hogyha ugyanúgy, hogyha az ember nem trenírozza a torkát, akkor ott nagyon ki lehet esni a lendületből, és hát nyilván az ember próbálta otthon valamilyen formában szinten tartani magát, de azért messze nem ugyanaz, hogyha az ember a négy fal között énekel, mint az, hogy kiállunk egy ilyen színpadra, és akkor mondjuk 150 ember előtt egy koncertet elénekelünk, vagy egy koncertet adunk. Tehát ez nagyon, nagyon rossz volt az elmúlt másfél év ebből a szempontból. Milyen volt Temesvárra hazajönni? Ez ad egy pluszt a koncerthez neked, számodra? Nagyon, óriási pluszt ad. Hát hazai közönség előtt énekelni mindig sokkal. Nem azt mondom, hogy nehezebb, azt mondom, hogy másabb. De nagyon jó érzés volt. Szinte kivétel nélkül minden arc ismerős volt a nézőtéren, és ez ad egy olyan fajta izgatottságot, amit nem igazán lehet körülírni. Közép-Európában, vagy egy picit Kelet-Európából milyen az egész opera világát nézni? Mennyire lehet esetleg kitörni ebből a régióból?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, mert igazából a sztorik mindig arról szólnak, főleg az idősebb énekeseknek, hogy ők hogy csinálták, hogy beültek egy Trabantba, elmentek 10 címre, és akkor volt szerződésük Németországban. Ma már ez egy kicsit szerintem nehezebb, de olyan szempontból meg könnyebb, hogy ha az anyaga van az embernek, nekem nagyon sokszor jártam úgy, hogy előadás felvételem fönt van, ránéztek, és gyorsan kellett dönteniük, és hívtak is, tehát megnézik, hogy el tudja énekelni, és kész. Tehát ilyen szempontból meg könnyebb, szerintem a határok ugye megnyíltak, ez könnyebb, viszont nagyobb a konkurencia pont ezért. Úgyhogy könnyebb is, meg nehezebb is, tök más, mint 30 éve, az biztos. Szokták ilyenkor mondani, hogy az élethez azért kell egy nagy adag szerencse is. Tehát nem, nyilván kell a munka, kell a kitartás, kell egy kicsi, jó indulatú törtetés esetleg, de azért jókor kell lenni, jó helyen, megfelelő emberekkel kell találkozni, és hogyha tehetség megvan, és mellé társul egy kis szerencse, akkor én azt gondolom, hogy van lehetőség.